Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok a kormány nevében. Úgy látom, hogy nem csak a kutatásfejlesztési területnek van szüksége a kohéziós forrásokra, hanem a kormányon belüli munkamegosztás tekintetében az MI és a NGM kart csörtélét látva egy kicsit erősebb kohéziós politikára. Ezt érezni is fogom államtitkár úrnak, hogy mindenképpen a következő kormányülésük egyikén vegye napirendre. No de komolyra fordítva szót arra kértek fel, hogy egyrészt értékeljem a 7-13-as Európai Uniós Fejlesztési Ciklus, másrészt pedig meghatározom a kormányzat elvárásait a 14-20-as kérdések tekintetében. Ezért egy kicsit visszatekintve szeretnék elindulni, bemutatva azokat az eredményeket, amit az elmúlt 3 évben sikerült elérni. Magyarország fejlesztés politikai működése az nagyon erősen kapcsolódik az Európai Unióhoz, hiszen ha megnézzük, hogy a közcélú beruházásoknak a 97-98%-át a kohéziós alapokból származó finanszírozási lehetőségek biztosítják, akkor senki nem kérdőjelezi meg, hogy jó üzlete Magyarország számára az Európai Unió tagjaként, vagy tagjának lenni. A 2007-13-as időszakban Magyarország 8200 milliárd forint lehívására kapott lehetőséget. Örömmel jelenthetem, hogy ennek az összegnek a 110%-ára kötöttünk már támogatási szerződést, és amire befejeződik a 2007-13-as ciklus pénzügyi értelemben is, tehát 2015 végén, addigra azt lehet mondani, mindegy 9000 milliárd forintot fogunk kifizetni a pályázóknak. Hogy állunk most? 5200 milliárd forint, majd a kollégákat kérem, hogy frissítsék ezt a táblát. 5200 milliárd forintot fizettünk ki eddig, tavaly a rekordot értünk el 1700 milliárd forint kihelyezésével a különböző pályázatokba, és hogy ténylegesen mennyit jelent ez az összeg, azt abban a számpárban tudom érzékeltetni, hogy Magyarország éves költségvetése mintegy 15000 milliárd forintot jelent, tehát több mint a 10%-át ezek az Európai Uniós források jelentik a központi költségvetésnek éves szinten. Ha üzletről beszéltünk, akkor konkrét számokról kell beszélni. Magyarország 2007 és 2013 között 2000 milliárd forint, mondjuk úgy tagdíjat fizetett be az Európai Unió közös kasszájába, és ezzel szemben 6200 milliárd forint plusz jövedelmet kapott, hiszen a bevételi oldalon 8200 milliárd forint van, a kettőnek a különbözete pedig ez a 6200 milliárd forintos nyereség, amit az Európai Uniós tagságunkból fakadóan tudtunk elérni. Mindezek ellenére, hogy ilyen szépek a számok, nagyon jelentős változásokra készülünk a 14-20-as rendszerre, mert azt gondoljuk, hogy Magyarország nagyon sok tekintetben lehetőségeket szalasztott el az elmúlt években. Annak köszönhetően, hogy olyan fejlesztéspolitikai rendszert hoztak létre 2005-6 fordulóján, ami mindenre alkalmas volt, csak arra nem, hogy a magyar gazdasági szereplők ennek köszönhetően megerősödjenek. Olyan párhuzamos pályázati koncepciókat finanszíroztunk az elmúlt években, amelyek lehetetlenné tették, hogy most a ciklus zárásakor hatékony forrásfelhasználásról beszéljünk. Egy dolgot sikerült elérnünk, lehetővé tettük azt, hogy ez a 8200 milliárd forint bejöjjön Magyarországra, azonban ennek a hatékony felhasználását feltételezve sokkal előrébb járhatnánk, akár a gazdasági növekedést, akár a kutatásfejlesztési ráfordításokat, vagy egyéb gazdasági célkitűzéseket veszünk figyelembe. Ezért sokkal koncentráltabban szeretnénk a 2014-20-as időszakra nekifutni. Ha azt mondom önöknek, hogy ennek a 8200 milliárd forintnak, amit itt láttak, csupán a 24%-át használta fel Magyarország az elmúlt 7 évben gazdaságfejlesztésre, akkor önök számára is világossá válik az, hogy ez egy elszalasztott 7 év volt Magyarország számára. Ezért a kormány úgy döntött, hogy 14 és 20 között, tehát a következő 7 éves terminusban a teljes keretmennyiségnek a 60%-át közvetlen gazdaságfejlesztésre fordítja, és ezzel párhuzamosan csökkenti azoknak a forrásoknak az arányát, ami a humán és a reál infrastruktúra fejlesztésére vonatkozik. A gazdasági válság azonban nem csak Magyarországot, hanem az Európai Unió egész közösségét, mind a 28 tagállamát egy új típusú fejlesztéspolitikai gondolkodásra sarkalta. Ezért a 28 tagállam elfogadott egy egységes stratégiát, ami EU-2020 néven vált ismerté, és ehhez a stratégiához kellett különböző vállalásokat tennie mind a 28 tagállamnak, hol alul, hol pedig túlvállalva a közös Európai Uniós célokat. 11 ilyen tematikus célkitűzés eléréséhez rendelte hozzá az Európai Unió azt a keretösszeget, amit Magyarország is többek között a következő 7 évben lehívhat. Mekkora ez az összeg és Magyarországnak hogyan néz ki a nettó pozíciója? Ha megnézzük azt, hogy a 28 tagállam összességében mekkora forrást kap, akkor azt mondhatjuk, hogy az adott tagállamra, lakosságszámra vetített források tekintetében Magyarország a nettó
harmadik pozíciót tudta elhozni. Tehát egy lakosra vetítve Magyarország a harmadik legelőnyösebb helyzetben van a 28 tagállamban. Ez azt jelenti, hogy 2014 és 2020 között minden magyar állampolgára 712 ezer forint fejlesztési forrást jut, szemben az előző időszak 650 ezer forintjával. Az EU 2020 célkitűzés, az EU 2020 stratégia, ami 11 tematikus célkitűzést tartalmaz, többek között az alábbi területeken fogalmaz meg elvárásokat a 28 tagállam számára. Az egyik a munkaképes korú lakosságon belül 75%-ra kell emelni a foglalkoztatási rátát. Az oktatás rendszerét úgy kell átalakítani, hogy a korai iskola elhagyók számát 10%-kal lehessen csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a szociális kiadások területén egy nagyon jelentős strukturális változásra van szükség a következő években, ami azt jelenti, hogy statisztikai értelemben az Európai Unió egészét tekintve 30 millió fővel, Magyarország esetében pedig 450 ezer fővel kell csökkenteni a mélyszegénységben élők számának az arányát. Az energiahatékonyság területe az szerintem mindenki számára érthető. Egyszerre szeretnénk egy nagyon jelentős 10%-os hatékonyság bővülést elérni az energiafelhasználás területén, és sokkal nagyobb részarányt adni a zöld energiának 2020-ra a jelenlegi szinthez képest. Ma nagyjából 8%-át használjuk, Magyarország 8%-át állítja elő zöld energiaforrásokból a felhasznált energiának. Ezt az arányt szeretnénk 2020-ig közel 15%-ra, pontosan 14,5%-ra emelni. És hogyha kutatásfejlesztésről beszélünk, azt mondom, hogy a prezenter meghalt, akkor nagyon fontos azt elmondanunk, hogy a kutatásfejlesztési ráfordítások arányát, ahogy itt szóba került az előzőekben, 1,8%-ra szeretnénk emelni a jelenlegi 1,2%-os szintről. Ez azért nagyon fontos, mert Magyarország csak akkor lesz valóban versenyképes, ha a vállalkozói szektor jelentős hozzáadott értékkel bíró gyártás-termelési tevékenységet tud ellátni. Ma jelen pillanatban a kis- és középvállalkozói szektornak csupán a 13%-a folytat aktív kutatásfejlesztési tevékenységet, szemben az Európai Unió átlagával, ahol ez a szint nagyjából 30%-on van. És ma Magyarországon a kutatásfejlesztési motort alapvetően a Magyarországra települt nagyvállalatok jelentik. Ezért is nem szabad tőlük semmilyen formában megvonni ezeket a támogatásokat. Arra kell ösztönözni a Magyarországon lévő nagyvállalatokat, hogy a kutatásfejlesztési tevékenységükbe kapcsoljanak be minél több kis és középvállalkozást, ellen megfelelő mennyiségű forrás rendelkezésre. És végezetül a kutatásfejlesztési ráfordításokon belül nagyon jelentős tőkeinjekciót kell adni azoknak az oktatási központoknak, ahol lényegében ezeknek az innovatív szemléleteknek a táptalaját találjuk meg. Összességében mennyi is az annyi? Kutatásfejlesztés tekintetében mintegy 600 milliárd forint áll a következő 7 évben Magyarország rendelkezésére. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jelentős összeget jelent, aminek a konkrét szabályozási oldalát még a következő hónapokban kell kidolgozzuk, de mennyiségileg ez a 600 milliárd forint az, ami az előbb említett három célt, tehát a kutatási műhelyek támogatása, a nagyvállalati kutatásfejlesztési műhelyek támogatása és a kis- és középvállalkozások kutatásfejlesztési potenciájának a támogatására kell fordítani 14 és 20 között. Ahhoz, hogy Magyarország valóban nyertese lehessen ennek a következő 7 éves ciklusnak, arra is szükség van, hogy más logika mentén használjuk fel az európai uniós forrásokat. Egy paradigmaváltásra van szükség a fejlesztés politikai rendszer működésének a tekintetében is, hiszen bebizonyította az elmúlt 7 évben a direkt központosított, a szakmapolitikai döntésektől és az üzleti élettől elszeparált fejlesztéspolitikai intézményrendszer, az NFÜ, hogy nem képes a hatékony forrás felhasználásra. Azt garantálni tudjuk, hogy Magyarország minden egyes eurócentet lehívjon, amit a következő 7 évben felhasználtunk, azonban azt nem, hogy ezt hatékonyan tegyük meg. Ezért a kormány arról döntött, hogy 2014, tehát ez év január 1-től egy teljesen új fejlesztéspolitikai intézményrendszerrel vág neki a következő időszaknak. Ebben a miniszterelnökség keretén belül működik egy központi adminisztráció, ami lényegében a makro, a holisztikus megközelítését érvényesíti a fejlesztéspolitikának. A most kitűzött 7 éves célokhoz való felzárkózást követi nyomon minden egyes operatív program tekintetében, és ott, ahol nem látja ennek az ütemnek a teljesülését, ott komoly beavatkozási lehetőséget kap arra, hogy akár a program működési gyakorlatában változtasson, akár pedig személy- vagy intézményrendszerű változtatásokat eszközöljön.
és a szakpolitikáért felelős minisztériumok visszakapták a döntési kompetenciát, azt, amit 2006-ban elvettek tőlük, hiszen egy nagyon komoly érdekellentét alakult ki a kormányzaton belül, hiszen 2006-ban létrejött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, akinek a legfontosabb feladata az volt, hogy használja fel az európai uniós forrásokat minél gyorsabban, és volt egy minisztérium, ami felelt egy-egy ágazatért, ahogy most jelen esetben az EMMI az oktatás, a tudományos és a szociális ellátásért, a Nemzetgazdasági Minisztérium a területfejlesztésért, vagy az innovációért, vagy mondjuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közlekedés és az energetika területéért. Minél közelebb voltunk a periódusnak a végéhez, annál komolyabb érdekellentét alakult ki a szereplők között, hiszen a fejlesztési ügynökség abban volt érdekelt, hogy minél gyorsabban felhasználja a forrásokat, a minisztériumok pedig abban, hogy újabb és újabb koncepciókhoz tudjanak hozzárendelni európai uniós forrásokat. Ezt az érdekellentétet oldotta fel a kormány azzal, hogy az irányító hatóságokat, tehát egy-egy szakmaterület legfontosabb fejlesztéspolitikai döntéshozó centrumait január 1-től betelepítette abba a minisztériumba, ami azért a témáért a legmagasabb szintű politikai felelősséget viseli. És ennek az átalakításnak egy másik jelentős szempontrendszere volt, hogy a megyei önkormányzatokat, mint a területfejlesztés helyi letéteményeseit is bekapcsoljuk a döntéshozatalba, mert teljesen más típusú fejlesztési elképzelésekre van szükség mondjuk Borsod megyében, ahol a legnagyobb gondot az jelenti, hogy mekkora a munkanélküliség, különböző szakképzettséggel rendelkező emberek nem találnak munkát, és teljesen más kihívásoknak kell megfelelni Győr-Moson-Sopron megyében, ahol mondjuk az Audi megfelelő számú szakképzett munkaerőt nem tud felszívni, mert nincs honnan ezt megtegye. Ezért, hogyha megyei önkormányzatokat bekapcsoljuk a döntéshozatalba, akkor lehetővé válik, hogy megyénként specifikus programokat hirdessenek meg, olyanokat, amelyek illeszkednek a makrogazdasági stratégiákhoz, de képesek reagálni arra a helyi sajátosságokra, amelyre a következő 7 éves forrásokat fel lehet használni. Az intézményrendszeri átalakításnak már csak egy lépése van hátra, ez pedig április 1-jével megtörténik, amikor a 4 ágazati közreműködő szervezet, a közlekedési központ, az energiahivatal, a MAG ZRT és az ESA közreműködő szervezeti státuszban megszűnnek létezni, és beolvadnak abban a minisztériumban, amely felügyeli az adott programnak a végrehajtását, így a Nemzetgazdasági Minisztériumban, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban és az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Természetesen ezeket a koncepciókat nem lehetne anélkül végrehajtani, hogy egy nagyon jelentős társadalmi és szakmai hátországa ne lenne a kormánynak ezekben a kérdésekben. Ezért amikor azokat a stratégiai alapdokumentumokat és célokat kijelöltük 2012-ben, amelyek eléréséhez hozzárendeljük a következő 7 év Európai Uniós forrásait, akkor azt is mondtuk, hogy ebbe bevonjuk a tudományos élet képviselőit, a gazdasági szereplőket, a kamarákat és egyéb érdekvédelmi képviselőket. Ez a konzultáció 2012 év közepén elindult, és még mindig tart, hiszen az operatív programok részletes szakmai egyeztetése egy online fórumon keresztül, számtalan szakmai rendezvényen zajlik. Ennek köszönhetően Magyarország egy olyan programcsomagot tud letenni az Európai Bizottság asztalára várhatóan jövő hónap végén, ami nem csak a kormányzat elképzelését, hanem széleskörű szakmai, tudományos és társadalmi támogatottságot is élvez. A konzultáció azonban nem csak arra volt alkalmas, hogy a programoknak a beltartalmáról vitatkozzunk egymással, hanem arról is, hogy a pályázók, azok, akik felhasználják ezeket a forrásokat, elmondhassák, hogy mi a legnagyobb akadálya annak, hogy ma az európai uniós források felhasználásában gyorsaságról igen, de hatékonyságról sokkal kevésbé beszélhetünk. Az egyik és legfontosabb kritika az volt, hogy túlzottan bürokratikus a rendszer, nagyon nehéz hozzájutni az európai uniós forrásokhoz, sokkal több adminisztráció terheli ezeknek a forrásoknak a felhasználását, mint amit sok esetben az adott fejlesztés konkrét megvalósítására kell fordítani. Ezért 2014-20-as pályázatot tekintetében a kormányzat teljesen megszüntette a papír alapú ügyintézést, és minden pályázati adatkezelés, minden pályázati adminisztráció elektronikus úton történik. Ennek köszönhetően, hogy ettől azt reméljük, hogy 0%-ra lehet csökkenteni az adminisztratív problémából fakadóan elutasított pályázatoknak az arányát. A másik nagyon fontos kritika volt, hogy az állam nagyon sok olyan adatot kér a pályázótól, ami az államnak is a rendelkezésére kell, hogy álljon. Egy-egy pályázat benyújtásakor, vagy bármilyen kifizetéskor egy nullás navigazolás, egy telekönyvi kivonat, egy cégbírósági papír. Ezt követően ezeket a dokumentumokat egyetlen egy pályázónak sem kell benyújtania, hanem a pályázati forrás közvetítő minisztérium és a ott dolgozó apparátus kell, hogy előszedje ezeket a különböző állami adatbázisokból.
az informatikai rendszer, ami az Európai Uniós és a hazai forrásokat is kezeli a 14-20-as időszakban, már képes erre. Tehát ahogy megindulnak a 14-20-as pályázati pénzek, ezekkel az adminisztratív könnyítésekkel találkozhatnak. Nagyon sok kritika fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, hogy nagyon hosszú az átfutási ideje egy-egy pályázatnak. Egy pályázati konstrukció kiírása és egy pályázat pénzügyi lezárása között nagyjából 600 nap telik el. Közel 2 év telik el úgy, hogy a pályázók nagyon sok esetben nem jutnak hozzá a pénzekhez, hiszen utófinanszírozott fejlesztésekről beszélünk. 2 évig kell bankból, a banki finanszírozás, ezért tegyük hozzá zárójelbe, a gazdasági világválság kitörését követően olyan kamatterhek mellett működik, amit nagyon kevés vállalkozó tud kigazdálkodni, vagy a céges tartalékokból, amelyek elapadtak ugyancsak a világválságnak köszönhetően. Ezért az állam fel fog állítani egy olyan pénzügyi alapot, ami ha visszatérítendő formában is, de 0%-on tudja biztosítani ezeket a szükséges önerőket, erőfinanszírozási forrásokat a pályázóknak, ami azt jelenti, hogy ezt követően nem a pályázónak kell banki hitelért folyamodnia egy-egy pályázati konstrukció előfinanszírozása kapcsán, hanem ezt az állam legarantálja, ezért a pályázó ezeket az előlegeket anélkül tudja megkapni, hogy neki önálló garanciát kellene erre benyújtani a függetlenül attól, hogy egy kisvállalkozás gépbeszerzéséről beszélünk, egy nagy vállalkozás telephelybővítéséről, vagy akár egy kutatásfejlesztési projektnek a finanszírozásáról. Az átláthatóság és a bírálati értékelési rendszer kapcsán a kormány tegnap bejelentette, hogy 1 millió euró értékhatárig, tehát 300 millió forintig normatív pályázati rendszert vezet be, ami azt jelenti, hogy a pályázati konstrukciónak tartalmaznia kell minden olyan vállalást, amit a pályázónak alá kell írnia a pályázati dokumentáció benyújtásával, és ezen kívül semmilyen további dokumentumot nem kérhet a pályázótól, ami azt jelenti, hogy 300 millió forint alatt, független attól, hogy gazdasági szereplő pályázik, vagy mondjuk önkormányzat, vagy egyetem és más oktatási intézmény, normatív alapon fog hozzájutni a forrásokhoz, ezáltal is sikerül gyorsítani az Európai Uniós források kihelyezését. És végezetül az utolsó kérdés, mindez mikor? Az Európai Unió április 22-ig adott határidőt minden tagállamnak arra, hogy benyújtsa az úgynevezett partnerségi megállapodását, ami a horizontális szerződés tagállam és Brüsszel között, hogy ezekben a 11 említett célkitűzésben milyen vállalásokat tesz, mit fog elérni 2020-ig, és ezért mekkora mennyiségű forrás áll rendelkezésre. A kormány február 28-át megelőzően benyújtja a partnerségi megállapodást Brüsszelnek. Múlt héten a kormány elfogadta ennek a dokumentumnak a végleges formáját, tehát már csak a technikai véglegesítése zajlik ennek a programnak. És ezt követően nem használjuk ki a rendelkezésünkre álló 3 hónapos határidőt az operatív programok benyújtására, hanem március vége előtt ezeket a dokumentumokat is átküldjük Brüsszelnek, ami azt jelenti, hogy március végétől csak a brüsszeli bürokráciától függ, hogy mikor fogadják el ezeket a programokat, és mikor indulhattak meg a legújabb pályázatok Magyarországon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és sok szerencsét kívánok a következő 7 évhez.